életed első felnőtt VB-n 16 évesen 32 közé jutottál, elégedett vagy? Elégedett is vagyok, meg nem is, mert ugye lehetett volna jobb is, de én ennek a 32-nek már nagyon örülök, mert szerintem ez egy óriási teljesítmény 16 évesként. Úgyis, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek nem sikerült ez most, és nekem pedig igen, szóval én elégedett vagyok főleg. 16 közé jutásért a tavalyi Európa-bajnokkal vívtál, nehéz volt ellene? Nagyon nehéz volt a tavalyi Európa-bajnok Lahisszal vívni, mert ő sokkal tapasztaltabb, sokkal több évnyi vívás van ugye a háta mögött, és én még csak 16 éves vagyok, és szerintem igen, ez nagyon nehéz a szó volt. Viszont a napot remekül kezdett, hiszen a svájci Brunert maga biztosan győzted le. Amikor már felkeltél, akkor mi volt az első gondolatod, milyen érzésekkel jöttél ide a bokcsarnokba? Mikor felkeltem, akkor nagyon elkezdtem stresszelni, de utána ez így lement, és teljes magabiztossággal álltam fel a svájci lány ellen, úgyhogy nagyon örültem ennek a győzelemnek. Mi ennek a VB-nek most a számodra a legnagyobb tanulsága? Szerintem most ezzel nagyon sok tapasztalatot szereztem, főleg ugye a körben is, ahol mind a hatasszomat megnyertem, és ezzel a svájci lányjal is, de szerintem még a Lahisszal is azért adtam neki egy pár jó túst, és ezzel már a saját korosztályomban is tudok élni, ezzel a sok tapasztalattal, amit most szereztem, és a világkupákon is. Illetve azt is megtapasztaltad, hogy milyen hazai közönség előtt vívni, ez mennyire tetszett? Nekem nagyon tetszett, és a GP-n is nagyon imádtam előttük vívni, és most is, és nagyon szeretem, hogy mindenki eljött, aki igazából fontos nekem, és köszönöm nekik, mert nagyon sok terhet levettek a vállamról, és nagyon örültem, hogy itt voltak. Egy évvel ezelőtt még arra készültél, hogy önkéntesként segíts ezen a világbajnokságon. Kicsit más szereped lett, de hogyha nem sportolói szemmel nézed, hogy tetszik? Volt időd, lehetőséget körülnézni? Volt. A világbajnokságot szerintem nagyon, nagyon szépen felépítették, ezt a főtermet is, ugye, ahol a főpástok vannak és a pódium. Tényleg ez egy ilyen varázslatos hely, és szerintem ugye a csoportköröknek is a helyszínen nagyon jó volt, ott vannak ugye a különböző boltok és a szponzorok is, és ez a hely is nagyon jó, és ugye a magyar tábor is tökéletes helyen van, ahol elférünk szerencsére. Csapatversenyre gondolsz már? Igen, már nagyon készülünk ugye a lányokkal, van közös programunk is, meg el vagyunk, elviccelődünk, úgyhogy már készülünk, igen.